2023. januárjában a Técsői Református Liceummal bővült a Kárpátaljai Református Egyházkerület fenntartása alatt lévő oktatási intézmények hálózata. Az informatikára, biológiára és ukrán nyelvre szakosodott liceum június 5-én és 8-án nyílt nappal egybekötött felvételi beszélgetést tart az érdeklődők számára. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke elmondta, bízik abban, hogy a Técsői Református Liceum mint a Felső Tisza-vidék egyetlen magyar nyelvű oktatást biztosító intézménye, betölti küldetését. Ebben az esztendőben a Técsői Iskola is a Református Egyház támogatásával indul, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy van egy új lehetőség a Felső Tisza-vidéken az anyanyelv megőrzésére és az ott élő reformátusok. Tovább tanulására, gyerekeinek a tovább tanulására. Nagyon jó lehetőségeket kínál a Técsői Iskola. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy lesznek-e olyan figyelmesek a szülők és vállalkozó szelleműek a gyerekek, hogy vállalják a Técsői Református Iskolát. Én mindenkit biztatok és bátorítok arra, hogy ez a, az iskola jó iskola lesz, és adják ebbe az iskolába a gyerekeiket, a szülők és a diákok vállalják azokat a kihívásokat, és azokat a lehetőségeket is, amelyeket az iskola biztosítani fog. Nagyon jó előrehaladások vannak, ezért én hiszem és bizok abban, hogy ez az iskola most már teljesen a református egyház támogatásával fog működni, be fogja tudni tölteni a küldetését a gyerekek fejlődésére, a szülőkörömére és az isten dicsőségére.